Kedves nézők, ez itt már a hosszabbítás. A stúdió vendége a Vasgyúró Gym csapatvezetője, Belme Péter. Szia Péter, köszöntelek, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Több apropója is van a mai beszélgetésünknek, mert bár a hétvégén most volt egy erőemelő bemutató itt Cegléden, egészen pontosan a Városi Uszodában, de hogyha időrendben haladunk, akkor augusztus 16-ával kell kezdenünk, hiszen Siófokon vettetek részt egy fekvenyomó és felhúzó kupán. Milyen eredménnyel? Hát 8-an vettünk részt ezen a versenyen, 10 éremmel. Ez úgy jött össze, hogy ugye mindenki, aki elindult a súlycsoportjába, dobogós lett. Utána pedig még volt két junior ifjúsági versenyzőnk, aki abszolút be is dobogón állt. Mind a ketten fekvenyomásban, és ami még örvendetes volt, hogy az egyik az egy új versenyzőnk volt. Első versenye volt, és mindjárt ilyen eredményeket tudott produkálni. A Tékis Laura volt, a fekvenyomásba érte az abszolút harmadik helyet, a fiúknál pedig az abszolút harmadik helyet Bárdosi Zsombor, ő szintén fekvenyomásban. Ezt megelőzően mikor tudtatok részt venni versenyen? Mikor volt erre a lehetőség? Hát sajnos a helyzetre való tekintett ebben az évben nem nagyon volt. Még az év elején volt egy ilyen hasonló, nem szövetségi verseny, hanem úgymond egy ilyen felkészülési verseny Pesten. Ott tudtunk részt venni, de azóta nem volt verseny. Majd most úgy néz ki, szeptember 18-a, 19-ig és 20-án lesz magyar bajnokság, és elméletileg az meg lesz rendezve, és akkor oda készül a csapat. Ez a 10 érem és 2 abszolút harmadik hely, annak fényében, hogy sok hónapot voltatok kénytelen kihagyni, az rendben van-e, azt hozták a versenyzőid, amire számítottál? Hát azon felül teljesítettek, én úgy gondolom, mert ilyen eredményre nem számítottunk. Főleg úgy, hogy volt benne új ember is, és ők is nagyon jó szerepeltek. Mennyire van ebben a sportágban benne a versenydruk, a versenyzőkben? Magyarul, amit edzés körülmények között hoztok, az általában kijön versenykörülmények között is? Nem, hát valószínűleg nem fog kijönni, főleg nem első alkalomra, mert eleve ez egy szokatlan környezet. Meg ugye különféle szabályok vannak, itt nem csak arra kell figyelni, hogy most megcsinálod a gyakorlatot, vagy nem, hanem ott még van 3 bíró. Mindegyik gyakorlatnál ott van, vannak vezényszavak, arra is kell figyelni, és még ugye a szabályokon belül kell végrehajtani a gyakorlatokat. És ez egy elég nehéz dolog egy új versenyzőnek, még megmondom őszintén, aki 1-2 éve versenyzik, még őnekik sem mindig sikerül. Erre abszolút, hogy odafigyeljen minden vezényszóra, amit a bírók adnak. Tehát akkor a környezet is meghatározó, akár még a rutinosabb versenyzőket is befolyásolhatja az, hogy nem a megszokott körülmények között emel. Persze, hát egy példát el tudok mondani. Parancsolj! Például én is indultam ezen a Siófokon, és mindjárt az első gyakorlatomat elvették. Pedig én már nem először voltam versenyen. Meg nem is másodszor. Meg nem is másodszor. 10 éve versenyzek ebben a sportban. Beszéljünk Szombatról és a Városi Uszodában megrendezett erőemelő bemutatóról. Miért az Uszoda? Hát azért inkább itt a belváros? Hát úgy szimpatikus volt, meg a Némedi Barnával nagyon jó viszonyt ápolunk, és ővele már régen beszéltünk, hogy lett volna egy Vasgyúró kupa is itt náluk, de hogy ebbe az évben ez nem jött létre, és akkor ezt így kitaláltuk közösen, hogy legyen egy ilyen rendezvény, és ezt felajánlotta, hogy ennek a helyszínét biztosítja nekünk. Itt szeretném is megköszönni neki a közreműködését, meg a segítségét, és végül is ezért lett itt ez a bemutató tartva. Igen, a felvételeink is ezen a szombati eseményen, rendezvényen készültek, ezen az erőemelő bemutatón, amelynek mi volt az alapvető célja? Hát az én célom az volt ezzel, hogy bemutassam a Cegléd város lakosainak, hogy kik sportolnak nálunk, milyen szinten sportolnak nálunk, meg igazából az, hogy mennyire kortalan, mert 15 éves versenyzőm volt a legfiatalabb, a legidősebb meg 51 éves. És ez mind országos szintű versenyző, akit én oda kivittem. Kik tartották a bemutatót? Ez a Vasgyúró Gym nevével fémjelzett bemutató volt végül is? Ő itt mindenki, aki a Vasgyúró Gymbe edz, az én úgy mondom a mi versenyzőnk,
csak azok a tagok voltak itt, akik a mi színeinkbe indulnak. Mennyiben számít itt az eredmény és a teljesítmény? Milyen súlyokkal dolgoztatok? Hát ugye itt nem olyan gyakorlatokat mutattunk be, mint a versenyeken, ugye itt nem volt bíró, meg nem a szabályok szerint voltak a gyakorlatok, itt csak így bemutattuk a körülbelül, hogy miről van szó, de ugye ennek még több oldala van ennek a sportágnak, de ami súlyok meg lettek mozgatva, azok országos szintűek voltak, már mi úgy mondom, hogy mindenkinek a súly és kor csoportjához képest, sőt nemzetközi emelések is voltak itt azért, mert volt itt 320 kilós felhúzás is. Hát az nem kevés. Igen, igen. Az nem kevés. Sőt, ugye a fiatalok részéről is volt 80 kilós fekvenyomás, és ez lány nyomta ezt a súlyt. Terveztek, vagy tervezel-e még ilyen bemutatót a jövőben? Hát szeretnénk, hogyha egy kicsit így a városnak az életébe így bele tudnánk egy kicsit folyni. Szívesen várnánk felkéréseket, bármilyen program mellé esetleg így berakják egy ilyen bemutatót, szívesen elvállalom, várom a megkereséseket ezzel kapcsolatosan. Készültök-e már, hogyan készültök, mivel készültök és hányan készültök erre a bizonyos magyar bajnokságra, amit említettél, ez Kiskunfélegyházán lesz szeptember 18-19-20-án. Igen, hát készülünk, nagyon szeretnénk, hogy ez ne legyen lefújva, mint a többi verseny. Benne van a levegőben, hogy hát elképzelhető, nem lehet tudni. Én úgy gondolom, hogy itt bármi benne van a levegőben, de... De most ez a felkészülésben titeket gondolom nem. Mi most úgy készülünk, hogy ez meg lesz tartva, sőt már ugye a nevezéseket is leadtuk, úgy gondoljuk, hogy ezen el tudunk indulni. Hát most pontos számot annyira nem tudok, de ilyen 20 fővel képviseltetjük a verseny a magyar bajnokságon. A Vasgyúró Gym, és plusz még a rendezésbe is bele vagyunk folyva, mert a, úgymond a lapozást is mit csinálják az én embereim. Az ugye azt jelenti, hogy ők rakják a súlyt, ők vigyázzák, felügyelik a gyakorlatokat. Ez mekkora rutint kíván most, amit említettél? Hát ez nem úgy megy, hogy egy valaki bejön az utcáról és pakolja. Nem. Ez egy érdekes dolog, mert erről nem szoktunk beszélni így sem. Hát akkor beszéljünk. De, lehet róla beszélni. De hála Istennek sikerült összeraknom egy olyan fiatalokból, sportolókból álló csapatot, akik ezt világszínvonalon csinálják már ezt a lapozást. És itt Magyarországon, meg környékben is már minket hívnak. Már lapoztunk Európa-bajnokságon, világbajnokságon. És mindenféle nagyobb versenyre hívnak. Egy az, hogy a fiúk azok biztonságosan dolgoznak, gyorsan dolgoznak, és ugye ez azt adja, hogy egy verseny nem, mondjuk nem este 8-ig tart, hanem mi már 4 órakor végzünk az aznapi programmal. Tehát akkor ez egy nagyon fontos része a versenynek, ez a munka vagy tevékenység. Igen, és hozzá szeretném tenni, hogy azért 80%-át ezeknek a fiúknak, ezek fiatalok, ezek ilyen válogatott birkózók, dzsúdósok, ők képviselik, karatés, és ők ceglédiek. De volt már máshonnan is lapozom, Pestről is meg. Október közepén lesz elvileg, hogyha most túllépünk a magyar bajnokságon, Miskolcon egy világbajnokság. Arról mit lehet most tudni? Ugye az még nagyon messze van. Hát most egyelőre annyit lehet erről tudni, hogy most volt egy olyan kiírás az interneten, hogy ne küldjük el a nevezési díjakat, mert ugye bizonytalan ennek a... Most az a biztos még, hogy semmi nem biztos. Hát igen, hát én most én ezt így úgy gondolom most innen ebből a székből, hogy szerintem nem lesz megtartva, de azért bízom benne, hogy ez nem így lesz. Majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, nem tudom. Végül, utolsó kérdésem, hányan sportoltok most? Hányan vagytok a Vasgyúró Gymben, és kiket vársz, kiket vártok? Hát aznak nagyon örülünk. Nyitottak a kapuk, gondolom, továbbra is. Nyitottak a kapuk, és ami külön öröm, hogy fiatalok jönnek hozzánk, és ami még nagyobb öröm, hogy a szülők partnerek ebben, mert ugye azért ezekre a versenyekre el kell jutni, valamennyire támogatni is kell, és általában messze is vannak a versenyek, de hála Istennek most is van 2 fiatal, aki elég komoly eredményt, meg komolyan is csinálja ezt a sportot, és a szülőkkel nagyon jó a kapcsolatom, és most is Siófokra is lehozták a gyerekeket, ide a bemutatóra is lehozták, követik, jönnek, szóval úgy látom, hogy ő nekik is így egy kicsit megtetszett ez az egész
amit képviselünk. Meg azért én nem csak a sport oldalát szoktam, hanem a gyerekeknek egy kicsit szoktam így a pedagógiáját is, azzal is foglalkozni kell, mert egy gyereknél azért nem egy könnyű dolog, ám, mert egyszer ilyen napja van, egyszer olyan napja, foglalkozok lányokkal is, a lányok még nehezebb, nem akarok megbántani senkit, de ők azért nehezebb dió. Ott nem úgy van, hogy van egy program, és akkor azt megcsináljuk, hanem először mindig belenézek a szemébe, látom, hogy milyen napja van, és akkor annak megfelelően folytatjuk az edzést. Hát, hogy az előző, ne az utolsó kérdésem legyen, most már valóban az utolsó, olyan a beszélgetésünk elején fogalmaztál úgy, hogy szinte kortalan, ugye jól mondom, ez a sportág. Mégis akkor konkrétan valami tólik csak van, igen, hogy kiket vársz, kiket vártok? Hát ez úgy néz ki, hogy különféle szervezetek vannak ebben a sportban is, mint nagyon sok sportágban, és valahol 13 éves kortól engednek versenyezni, valahol 14-16, és ugye igazából én úgy gondolom, hogy 14 éves kortól már konditermet lehet látogatni, meg lehet ilyen, nem pont ilyen jellegű, de ugye a kiegészítő gyakorlatokat lehet csinálni, lehet erősíteni. Ugye én ennek tudom, hogy a módját, hogy ez hogy működik, vagy hogy lehet összerakni. És akkor eltelik egy idő, megerősödnek a különféle izmok, és akkor utána, hogyha látok valakibe valamilyen olyan dolgot, amibe jó, mert ugye mindenki másba erős, akkor abban speciálisan foglalkozunk. De ugye azt a figyelembe kell venni, hogy fiatalokat azért nem kell tönkretenni. És akkor megvan, ugye már elmondtam a múltkor interjúban is, hogy nekem is ott a két gyerek, két különböző korosztály, 15-18 éves, és az egyiknek engedem csinálni ezt, a másiknak még nem. Mert én úgy gondolom, hogy először a porcok, ízületek, csontozat erősödjön meg, és majd utána lehet foglalkozni komolyabban ezekkel a emelésekkel. Péter, köszönöm szépen, hogy jártál, jó munkát kívánok. Én köszönöm. Kedves nézők, ez volt a Hosszabbítás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.